sok üdvözlöm, tehát te minden a közvágó hídról. Ezért te pont elmegy egy vonatot felül. De hát azért jöttem ide ki, most a kettes villamosra nem fogok végig menni. A Kossuth téren a közvágó között vágányzár van. Na. Jó, elment a vonat. Tehát vágányzár van a Kossuth meg a közvágó között, és de ezt dokumentálom majd, hogy pontosan mi célból és milyen munkát végezzek, de mint látjátok, a 24-es meg a 2M villamos is közlekedik innen. Tehát az igazi érdemi munka az csak a Soroksári út után lehet. Mert ugye a Deltán még el tudnak menni a villamosok. És akkor itt a borános tér után már látszanak a munkavégzés nyomai. A friss anyagolás nyomai, ugye itt eleve van egy félreálló vágány. És arra fele látható még jobban, hogy igen, ott is dolgoznak. Ha majd oda közelebb megyek és megnézem. Itt van egy kétértő munkagép. Ezzel dolgoznak a vágányon. Meg július közepéig körülbelül fog a vágányzár tartani. És ott van már arra, ott az már a Zsír utcai megálló. Na, Zsír utcai megálló. Borádas tér után a következő. És itt látjátok, hogy itt már az új vágány megvan. És itt van az ágyazatnak az is a bagikő. És bizony itt már dolgoznak rajta. Majd kicsit még előrébb megyek ott a bálnának az elejéig. És ott itt a villamospótló. Ott közvágó híd és a Kossuth tér között járnak. Nézzétek, itt van ugye a bálna, és ott voltak a munkálatok. Meg itt épült ezen a szakaszon egy, hát mondhatni teljesen új pálya. És itt már az aluljáró jön, ami ugye a Fővám térnél van, hát oda nyilván nem tudok most lemenni. Úgyhogy nem tudom, hogy ott dolgoznak-e bármit is, de majd az aluljáró másik oldalán, a Dunakorzónál igyekszem a villamos vonal mellett menni a Kossuth térig. Na hát látjátok, itt vagyunk a Böskehíd alatt, mellett. Most már inkább mellett, mint alatt. És itt a következő helyszín, ahol ugye a vágányzár van. Hát látjátok, hogy itt el van kerítve, és ott jön a következő pótlóbusz. Hát, és itt viszont nem tudok sem erre sem menni. Hát itt át kell menni valahogy a túloldalra, de hát az nem lesz itt olyan egyszerű. Vagy pedig itt fel kell menni a Dunakorzóra. Szobor, és ott van még egy kettes villamospótló, és akkor majd mindjárt ráesek a villamosvágányokra is. Látjátok, hát itt megint nincs felbontva a pálya, viszont itt megint el van zárva. Ez a Lánchídi aluljáró. És ilyen láncidat is felújítják, hát ott megy a villamospótló. Hát igen, itt vagyunk a Lánchídnak a másik oldalán. Hát lehet, hogy az alagútban is dolgoznak. Mondjuk az a Lánchíd átépítés miatt is lehet. Még az is lehet, hogy amiatt, hogy más járművek is át tudjanak menni, ne csak a ganzok. Bár úgy tudom, itt a kombinó is elfér sebességkorlátozásokkal, a találkozási tilalommal, de lehet, hogy az alagúton is. Már ugye a másik budai oldalon már egyszer volt egy átalakítás, hogy a kaffillamosok is át tudjanak menni. És ezt nézzétek, itt is van egy... Itt volt valamilyen pince kiárat, vagy hasonló, és gondolod, hogy emiatt is kellett itt felszedni a sineket, hogy ezt megerősítsék. Hát nem semmi minden esetre. Nézzétek, erre felmegyünk tovább. És akkor ezt nézzétek, erre itt a Kossuth tér fele igyekszünk, és
itt is. Itt a visszafogó váltó előtt is fel van szedve, tehát érdekes, akkor elfele van ma a jászaimmal itt él. Hát jelenleg ugye látjátok, hogy nincsen szerelvény elfele, tehát a Kossuthig nem fotóják, majd mondjuk igazából két megállóról van szó, ameddig lábbal el tudna menni a villamos, tehát marad az, hogy Jászaitól a Kossuth térig a lábbusz van, ami pótol, onnastól pedig a villamos pótló. Hát akkor ez ennyi lett volna, hát látjátok, hogy mi újság a kettes villamos házatáján. Úgyhogy akkor ez ennyi is lett volna, ez a videó, majd találkozunk legközelebb. Ez csak egy ilyen spontán rögtönzött volt, hogy így meló után kimentem, és akkor mentem egy kört a kettes vonalán. Csak hogy megnézem, hogy hogy állnak. Ennyi. És egyet itt van a parlament. Na most ez az oldal nincsen felállványozva. Bár én még soha nem láttam a parlamentet úgy, hogy valamelyik irányból ne lett volna felállványozva. Valamit mindig javítani kell rajta. Másik oldalán biztos, hogy van. Most is. Oké, sziasztok!